Nagyjából másfél héttel ezelőtt jártam itt Kiskörén, és akkori szemrevételeztük, és sajtótájékoztató formájában felhívtuk a figyelmet az itteni áldatlan állapotokra. Ez itt mögöttem látható, hogy még mindig óriási mennyiségű szemét, kommunális hulladék, műanyag hulladék, különféle oszladozó állati tetemek találhatóak itt a Tiszában, itt a vízben. És hát a jelenlegi sajtótájékoztatónkat is azért hirdettük meg a mai napra, mert azt az információt kaptuk, hogy az árhullám levonulását követően a vízügyi szakemberek elkezdték ennek a hulladék mennyiségnek a fokozatos kiemelését a vízből, de sajnos megdöbbenve tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon lassan haladnak, hiszen még ez a óriási szemétmennyiség még mindig fellelhető, mindig szennyezi a vizet. Szeretném elmondani, hogy a hét folyamán sikerült a Magyar Országgyűlésben interpellációt benyújtanom, és felhívni a figyelmet az itteni áldatlan állapotokra és erre a hatalmas környezetszennyezésre. Fülöp pedig független képviselő úr interpellációt nyújtott be az agrárminiszterhez. Milyen hatékony intézkedéseket tesz a kormány a Tisza ökoszisztémájának megóvása érdekében címmel? Évtizedek óta döbbenten tapasztaljuk, hogy évről évre több tíz tonna szemét úszik a vízen a kiskörei vízlépcsőnél. Alapvetően a szennyeződések jelentős része a határon túl kerül be a folyóba. Így van ez a Tiszánál is, jól tudjuk azt, hogy az ukrán területeken nagyon sok illegális és tulajdonképpen megtűrt kommunális hulladék lerakó alakult ki. Az tarthatatlan állapot, hogy évtizedek óta gyakorlatilag a kárpátaljai szemetet, a kárpátaljai kommunális hulladéknak a nagy részét, azt mi kapjuk meg itt magyarok, és bennünket mérgeznek. Én bízom benne, hogy ezzel a felhívással, illetve a média figyelmének az erőteljesebb rávilágításával azért megpróbálhatunk majd elérni bármiféle részeredményeket, vagy bármiféle sikereket. Megdöbbenve tapasztalom ezt az állapotot, ami itt fogadott. Én ezt már valójában egy ökológiai katasztrófának nevezném, mivel olyan mennyiségű szemét, hordalék és más bomladék van a vízben, hogy ez már szinte fölborítja a terület ökoszisztémáját, és ezáltal a teljes fauna és flóra átváltozik, aminek súlyos következményei lehetnek a jövő szempontjából. A vizet szemrevételeztem vizsgálat szempontjából, és egyértelműen látható, hogy már a víz minősége is messze meghaladja azt az állapotot, amit természetesként képviselnie kellene. Többféle vizsgálatot végeztem már szemrevételezéskor. Egyik például a oxigén, a háztartása a víznek, ami nagyon fontos, mivel olyan uszadék állapotok uralkodnak itt már, hogy semmilyen természetes oxigén nem található a vízbe, aminek az a következménye, hogy az őshonos halak, a benszülött halak is igen nagy veszélyben vannak, és már nem csak hogy veszélyben vannak, jelentős elhullás tapasztalható, amit ugyan szagról is már észrevehetünk. A másik nagyon fontos tényező, hogy mivel nyárban vagyunk most már jelentős mértékben, a hőmérsékleti viszonyok miatt is ezek a bomlási folyamatok jelentős mértékben megerősödnek, és előtérbe kerül az a lényeges pont, hogy fertőzés és más egyéb veszélyforrások vannak jelen. Nagyon fontos lenne ezt most már rendbe rakni, ezt az állapotot, illetve a jövő szempontjából megfelelően kezelni, mivel én úgy érzem, ez a probléma nem egy egyszeri probléma, ez már jó ideje jelentkező probléma. Ha ez folyamatosan így fog tovább menni, akkor itt rettentő nagy gond lesz, és teljesen föl fog borulni a környezet ökoszisztémája. Bízunk benne, hogy megfelelő mintavétellel és az innen származó vízmintának a bevizsgáltatásával az ezzel foglalkozó szakhatóságoknak is a figyelmét fel tudjuk hívni, és erőteljesebb nyomásgyakorlással várhatóan majd meg tudjuk oldani ezt a hatalmas problémát.